Sometimes people make a war. Iniko, Melaniko, Noroksa, Aj, Pappa, Verua, Pacsikidam. A Jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék. Az önkényes mérvadó dalszövegértelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai desztinációnk. A Bikini közeli helyeken című dalát próbáljuk értelmezni. Na, már amennyiben értelmezhető, már amennyiben van bármiféle kapcsolat a sorok között. Hát nekem nem sikerült megtalálni az értelmét ennek a szövegnek. Ez inkább egy hangulat. Ami nyilván jól harmonizál a Bikininek ezzel a New Wave-es hangzásával, kifejez valami jól hangzót, de igazán semmit nem jelentőt. És nem is várja el persze a popszongoktól, senki nem várja el, hogy jelentsenek valamit, hanem az egy élmény, hogyha az ember autóvezetés közben, ébredés közben, meg a életének bizonyos helyzeteiben, hogy meghallja azt az ismerős dallamot, az ahhoz tartozó D. Nagy Lajost, és akkor az a Bikini, az egész a Bikini egy csomagban. És ilyen értelemben a dalszöveg értelmezhetetlen. Pont azért, mert itt csak a sorokat lehet értelmezni. A sorok külön-külön jelentenek valamit, de nem áll össze belőlük semmi. Egyébként pont ezt akartam mondani, hogy engem se nagyon lehet meggyőzni arról, hogy ezt nem úgy írták, hogy először is megszerettek a rímpárok, és akkor utána egy lapra, akinek előbeszélbe jut egy sor hozzá. De hát akárhogy is ez egy skill, ez a hatásod jele, hogy ezt egy ilyen dalt évtizedek óta kajálnak tőled. Viszont, hogyha a szövegre szeretnénk fókuszálni, én azért azt hiszem, hogy két fő gondolatot azért mégiscsak találtam, de lehet, hogy én gondolom csak bele. Ugye van egy ilyen sora, hogyha ezt a kettőt összehasonlítjuk, akkor itt esetleg megfogalmazódhat valami alkotói dilemma. Azt mondja az egyik részben, hogy most is visszhangzik a léptem, és van még hatásom azért, én legalábbis így értelmeztem, és hogy félek, hogy a ködbe vetszek, tehát hogy azért vannak bennem aggodalmak ezzel kapcsolatban. Hát mondjuk akár az a kapcsolatban, hogy 65 évesen is koncertezhet majd, és hogyha ez volt a kérdés, akkor végülis ez egy sikersztori, mert még mindig koncerteznek. Városi Napok fő előadói. Aha, tehát a dombokon, hegyeken és a kibelezett kőbányák üregében vannak az ő rajongóik, akiknek a fejében visszhangzik. Hát ez az ő hatásuk. Ők így hatottak a világra, hogy dombokon, hegyeken és kibelezett kőbányák üregében az emberek dúdolják, ismételgetik a sorokat, emlékeznek és emlékeztetik önmagukat meg egymást arra, hogy a D. Nagy Lajos milyen jót dalolt. Ugye? Egy ilyen öntemetésnek tűnik ez a dal. Ugye folyamatosan amiatt aggódom, hogy az emlékezetem az meg fog-e maradni. Bár olyan dolgokat idéz meg, az üregeket, meg a dombokat, meg a hegyeket, amelyek maguktól is visszhangos jelentőségűek, és általában nincsenek agyon népesedve. Tehát így nem tudom, hogy itt a környék emlékszik-e rá, arra mondjuk akár csak arra az időre, arra az érára, ami éppen véget ér, vagy rá, mint előadóra, vagy rá, mint emberre kellene emlékezzenek, de hát ahhoz emberek közé kellene menni, nem pedig az eső most a szélszárította arccal menni a kietlenségben, meg kibelezett kőbányákban keresni azt, hogy hát ki fog rám emlékezni. Én érzek ebben valami olyan ilyen megáldva és leköpve tövisbokor aljában kimúlott ilyen vioni balladát, aminek ez a kőbányai változata, ha úgy tetszik, hogy így ugye van egy otthontalansága ennek is, és egy magányos szereplő kóborról, viszont hiányoznak belőle azok az ellentétek, amik tudod, észreveszi a mellette elhúzó gazdagot, a püspököt, a dómot, a csavargó, és nem firtatja azt, amit a Villon igen, hogy ugye mindent megöltem, amit szeretek, azt mondja, hogy én okoztam ezt a magányomat és az emlékezetemnek akár a majdani elveszését. Itt nincsen az egy önkritika, hogy én okoztam azt, amiért egy ilyen kivetett vagyok a társadalomból. Csak görcsösen kapaszkodik abba, hogy de szeretném, ha emlékeznétek rám. Itt ül az idő a nyakamon. Mit jelent ez?
kinek a nyakán ne ülne az idő. Eddig volt lehetősége valamit csinálni, de nem világos, hogy az idő fogy el, vagy az útnak lesz vége. Ugye azt is mondja, hogy kifogy az út a lábam alól. Nekem egyértelműbb, hogy rávonatkozik, az időnek van vége, az út az megy tovább, de nem. De akkor nem megy tovább, nem. Kifogy az út a lábam alól, aztán akkor is megyek, ha nem akarok. Akkor most mi van? Hát kifogyott az út, nincs min menni, nincs út. Tehát az azt jelenti, hogy ott van szembe egy fal, akkor hogy mész, ha nem akar? Különben meg miért nem akarsz, nem tudjuk, miért nem akarsz menni, és azt se tudjuk, miként mész, ha kifogyott az út a lábad alól. Nem, ezt úgy érti szerintem, hogy itt ül az idő nyakomon, kifogy az út a lábam alól, tehát félek az elmúlástól, és odáig, amíg kifogy az út, addig megyek akkor is, ha nem akarok. Tehát mindenképpen bekövetkezik ez az elmúlás. Mm-hmm. Nyilván utána már nem megyek. Tehát ha kifogy az út a lábam alól, az azt jelenti, hogy majd egyszer, amikor meghalok, az kvázi kifogy az út a lábam alól. Igen. Akkor is megyek, ha nem akarok, odáig. Az azt jelenti, hogy nem élni nem tudok, tehát muszáj öregedni. Igen. Tehát akkor ez az út, meg ez a menés, ez az öregedés. Így érti. Mondjuk igen, de vannak, akik úgy értelmezik ezt a számot, talán csak azért, mert 1989-es, ugye egy rendszerváltáskori szám, és utal erre, akár annak, ugye azt is mondhatjuk, hogy akkor is megyek, ha nem akarok, tehát vagy innen megyek el, vagy ez változik meg, amiben vagyok. Hogy ez tarthatatlan, már nincs út alatta, ahova mondjuk ez a kor, az éra robog a berlini faltól keletre, az ezzel a jövőképpel kecsegtet, hogy a benne élőknek nem marad emlékezete, hogyha ezen az oldalon maradnak. Mm-hmm. Tehát ez egy belemagyarázás. Na jó, de tudod, valójában az van, hogy ilyen jól hangzó mondásokból, ilyen jól hangzó szlogenekből összehegeztek neked ugyanígy 12 sort, mint ez, és ugyanígy bele tudsz magyarázni, nagyjából ugyanennyit. Hát főleg te, aki minden már. Vagy akárki. De hogy arról van szó, hogy itt a szándék a kérdés. Ha akarom érteni, akkor tudom úgy érteni, hogy értelmes. Ha meg nem akarom úgy érteni, vagy nem áll szándékomban, akkor meg hát tulajdonképpen nem jelent semmit, de jól hangzik. Én még mindig azt nem látom, hogy a közönségszervezést oldala hogy lesz megoldva ennek a problémának, hogy nem emlékszik rám senki. Tehát ha senki nem kíséri az útján, akkor miért megy akkor is, ha nem akar? Hát először szerezzen társakat, követő rajongókat, vagy azokat, akik emlékezni fognak rá. Ha mindenhonnan elmegy, mert nagyon szereti, hogy az arcát mossa az eső és szárítja a szél, akkor nagyon kevés szociális kontakt lehetősége adódik ahhoz, hogy ugye a valaki, aki majd emlékszik, az emlékezzen. Ez egyébként egy csomószor van ilyen sértett durcásság a társadalomból kivonulókban, hogy szeretnék, csak egyszerűen nem találkozik, nem beszél senkivel, mindenkivel szemben támadóan lép fel, ezért van egy ilyen reményvesztettség, és belül meg benne van a vallomás, hogy bár én mindenkit megütök, leköpök, átverek, akivel találkozom, mert utállak titeket, amiért jobban érzitek magatokat, mint én, egy ilyen melankolikus dű, vagy nem tudom mi ez, de belül megvallja azt, hogy de rettegek attól, hogy elmúlok. Igazából szerettem volna maradni. Én meg ebben a szövegben úgy nagyjából a szövegírásnak a megúszását érzem. Amikor ilyen sorokat olvasok, hogy az ember mindig jobbat remél. Mert az rímel arra, hogy szárítja a szél. Tehát az ember mindig jobbat remél. Hát ez egy mondás, amit így tudjuk, hogy ez így van, igazából nem mond semmit. És az a lényeg, hogy olyan sorokat írjunk egymás alá, amely sorok nem visznek téged közelebb a szöveg jelentéséhez, és így meg lehet őrizni ezt a lírai emelkedettséget, tudod? Ami valójában hát tartalmatlanság, de hát mi nem így szeretnénk ezt látni, megolvasni. És akkor porból lettem, sporrá leszek. Hát halotti beszédből ismerős sorok, ezekkel nem lehet mellélőni. Ezek ilyen biztonsági mondások. Ez működni mert fog. Mindenki sajnálja magát ennyire, aki ezt meghallgatja, hogy hát igen, egyszer meg fog halni, de kár lesz. Ugye
hogy mondjam, a múltkor gondolkodtam azon, és ebben nem menjünk bele, hanem majd egy önkényesben beszéljünk róla, hogy az az együttérzésnek a négy formára osztottam, és hogy vajon melyik a tutibb, és melyik a kevésbé szentséges. Tudod, a saját szomorúságodon való könnyezés, tudod, vagy a saját örömödön való könnyezés, a más szomorúságán vagy baján való könnyezés, vagy a más örömén való könnyezés. Ugye mindegyikhez rendelhető éppen egy erény, vagy éppen egy bűn, vagy egy hiányosság, hogy te irigy vagy bosszúvágyó vagy tudod, nyitott vagy szeretettel teli vagy, és hogy azzal tényleg azonnal gólt lehet rugni, hogy emlékezteted a másikat, hogy ő is meg fog halni, és hogy ettől nem tart egy távolságot ettől a rettenetes dologtól érzelmileg, hogy hát ezt már rég tudomásul vettem, és köszönöm szépen, majd nem ezzel akarom magam elfoglalni egész életemben, hogy majd vége lesz. De azért ennek megfelelően élem. Igen, ez a magadon való elérzékenyülést csiklandozó szám. De tök érdekes, hogy azt mondja, hogy az ember mindig jobbat remél, és épp ez a dal az, ami abszolút ellentmond ennek. Tehát, hogy hát én most már mindenképpen meghalok. Lehet, hogy egyedül, lehet, hogy kísér valaki az utamon. Engem már haza se kísérjetek. Én már mondom, hogy onnan én már nem jövök haza. Ugye az ember, amikor 100 évig él, akkor kellemetlen, ha 71 évesen kezdi ezt el. Mert akkor végén rájön, hogy ráértem volna 15-20 évvel később elkezdeni ezt a családomban megénekelni. Ugyanakkor ez egy ballada. Tehát, hogy kell valami tartalom amellé, hogy az emberek ráismerjenek, hogy ők szeretnek egy lassú dallamos számot hallgatni, aminek szép dallamai igen, vannak. Igen, de mit jelent? Tehát mit jelent az, hogy arcom mossa eső és szárítja a szél? Mit jelent? Én értem, hogy van az esős idő, meg van a száraz idő, és hogy időnként esik, és akkor ráesik az arcomra, és aztán, amikor eláll az eső, akkor hát tulajdonképpen fölszárad az arcomról az, ami ráesett. Tehát ilyen hidró és aerodinamikai. Na, de hogy ez mit akar ez jelenteni? Tehát mit akar ez jelenteni? Minek a metaforája az eső, ami ráesik, meg a szél, ami fölszállítja? Hát a sírásnak biztos, és az életben való hullámvölgyeknek, de szerintem ezt ők nem így gondolták. Tehát én talán is ragaszkodom ahhoz, hogy itt a rimpárok voltak meg előbb a kocsmában, és akkor utána a sorok, akinek előbb beszélve. De hogyha nagyon szeretnénk értelmezni, akkor legyen a sírás és az a jó hangulat. Azt írja a hallgató, hogy ez csak egy hangulat, nyilván az elmúláshoz, meg a saját halálához kapcsolódóan, egyfajta time-lapse melankolikus híg körettel, édes savanykás gagyi csalamádéval visszafogadtan értelmes nyugdíjas gyomornak, és ahogy hozzáteszi, hogy hát nem hiszi el, hogy mostanra még a bikini dekódolása is Krisztus ellen való. Ő érteni véli, hogy ez csak egy hangulatot fest fel azzal kapcsolatban, amit azért sikerült megértenünk, és nekem ez egy szimpatikusabb jelentése a dalnak, mint felhúzni egy ilyen 89-es rendszerváltó zászlóra, mert ahhoz azért kellene bele valamilyen beégetett, legalább egy szó, hogy igen, mi arról szeretnék beszélni. De ez egy létező műfaj, hogy olyan dal, ami hangulatot szeretne lefesteni? Tehát most ez mindig is létezett, csak én nem tudtam róla? Hogyne, hát az pontosan az nem az instrumentális zene? Figyelj, a költészet bármilyen terjedelemben feldolgozhatja neked szavakba azt, amitről te úgy érzed, hogy szavakba nem önthető. Amikor azt mondod, hogy erre nincsen szó, és mégis 12 sornyi, vagy éppen egy 24 verszaknyi balladányi ömlengést vagy hasonlatokat tud arról hozni, hogy az a hangulat az ilyen is, mint ez a természetben, olyan is, mint az, hasonló érzés, mint ez, így érezted ugyanez gyerekként, és így érezted középkoruként, és így érzed majd öregként, ez mind ugyanaz a dolog, akkor megértesz valamit, hogy ne lehetne egy apró nüansz hangulatról órákat beszélni. Én ezt visszautasítom a költészetnek a nevében. Nem igaz. A költészet az nem egy hangulatot közvetít. A költészet az egy igenis jelentést hordoz. Jelentést kell, hogy hordozon. És természetesen a tartalom és a forma egységén alapul, tehát ott nem, nagyon nem mindegy, hogy milyen nyelvi eszközökkel, de az sem mindegy, hogy milyen tartalmat közöl. És hogyha a tartalom és a forma kvázi fölér egymáshoz, harmonizál egymással, egységesül, akkor lehet arról azt mondani, hogy na hát ez költészet. Ami meg nem az, ami egy hangulatot ad,
az marketing süketelés. Az nem költészet. Az, aminek a hatása alatt neked lesz egy, hát ilyen valamiféle hangulatom, az tulajdonképpen olyan úgy viszonyul a költészethez, ahogyan a bemelegítés a sporthoz. Nem egy hangulatot ad, hanem a hangulatot dolgozza vissza versé, szerintem. Tehát ő, de nincs jelentése. Ezt a végtől való félelemnek a hangulatát dolgozza vissza versé, nem pedig ezt az érzést adja. Én inkább ezt véltem felfedezni.